felesége lenni? Igen. Ennek a könnyelmű franciának akartja a felesége lenni. Zsófigám, gondold végig meg magad, még nem késő. De én érdeklődtem ennek az embernek a múltjével. Ez egy könnyelmű, léha kártyás franc. Nem érdekel. Én imádom Boldizsát. Úgy, te őt. De őt égyed. Bevallott, hogy nem tud nélkülem élni. Nem tud. Hát ide hallgass el. Meg honnan jön ez az ennek? Én meg vagyok róla győződve, hogy az ember csak a hozományod érvetel téged. Nem igaz. Nem igaz. Nem. Azt mondta, hogy fütyül a hozományomba. Fütyül? Azt mondta, hogy fütyül, mikor mondta? Tegnap este. No, hát tegnap este már fütyülhetett, mert én tegnap délutánod adtam neki. Zsókám, gondold meg a dolgot, ez egy léha kártyás. Papa, hogy beszélhetsz így mások elő? Ugyan, hát tudod, hogy a kisasszony süket tegnap is itt volt. Az nem én voltam, kérem. A főnöknő, ő a süket. Maga nem süket? Na látod. Zsófigám! Boldili, édes Boldili, már úgy vártalak. A drága, te éd. Mondd, fiam, így akarsz eljönni az esküvőre? Miért nem jó? Hát jónak jó, csak egy kicsit furcsa. Fordulj csak meg. Ez most a legújabb divat. Ügyes, ügyes. Ügyes. Kedves papa, meg kérem csak semmi enyemgés. Inkább azt mondja meg, hogy hova akarja vinni a leányomat Nászútra. Csodálatos helyet eszeltem. Tengerparton, ahol úgy szólván mindig ultramarin kék az ég, ahol alig van ember, ahol csak a szerelmünknek élhetünk. Nyugodtan sétálhatunk egyik asztaltól a másikhoz, és a kutya sem törődik velünk. És hol van ez a csodálatos hely? Ennyi, pedig tudtam, itt van a nyelven helyén. Ennyire bosszant. Monte Carlo. Monte Carlo, ahol kártyázni is lehet? Na, kicsibe. Nagyba! Hát Monte Carlo-ról szó se lehet. Én tudok a ti számotokra egy nagyon kedves kis, hát maradjatok csak itt benne az országban. Egy nagyon vadregényes hely a Mecsek-hegység tetején. Egy édes kis szálló. Úgy hívják, hogy Hotel Kikelet. Kérem, ez mégiscsak hallatlan. Nekem telefonon megígérték, hogy déli fekvési szobát kapok. Legnagyobb sajnálatunkra csak északi szobával szolgálva. Úgy? Hát majd én megtudom. Hol a tulajdonos? Bocsánatot kérek egy pillanatra. Tessék. Ez az úr hagy beszélni önnel. Parancsoljon. Én a tulajdonos kérettem. Én vagyok. Ön? Ön a tulajdonos? Igen. Jó lesz az északi szoba is. Viszont látásra érezd egy romogát nálam. Krisztiánt. Krisztiánt. Mely jel megint nem tudtam aludni. Valamelyik bolond szerelmes férfi egyik a sok közül egész éjjel cigányok. Képzelhetik, hogy mit kívántam neki. Ma éjjel? Igen. Én voltam. Halla. Na, ön is? Én is. Komoly férfi létére. Komoly férfi. Hagyjuk ezt, doktor úr. Én fontosan szerelmes belé, mint ő, vagy én, vagy a többiek. Ez már itt kezd járványá lenni. Tudja, mit én két napra jöttem, és már harmadik hete itt vagyok. Három hét. Az is valami. Látják ott azt az urat? Báró torda. Amióta ez a nő megnyitott a szállót, azóta van itt. Azt mesélik, hogy még a kezét se tudta megcsókolni. Hogy alud? Nyugtalanul. Javíthatatlan. Az. Gyönyörűen levasítve, imádom ezt a barna színt. Tudom, hogy szeretni. Azért sütetem magam már hetek óta. De meg... Még nem elég egyenletes. Igaza van, hogy ovakodik a naptól. Zánerem a sárkat, férj. Aranyos. Hogyan lefogyott?
csodája. Jó reggelt! Mit olvas? Hát a parancsot. Mit olvas? Hogy holnap elmondja. Kérem csak. Kérem, már többször mondtam a titkár úrnak, hogy küldjön lerágott csontokat az emélek. Nem én vagyok az emél. Nem, ő csak az uram. Ő az emél. És a titkár úr sohasem küld. Kérem, azonnal intézkedett. Jó reggelt, uraim! Krisztián! Jó reggelt, meg van elégedve a szobában? Jó reggelt, mester! Már ilyen korán reggel tartom. Muszáj sietni, végre eszembe jutott a nagy téma. Viszontlátásra. Sok szeretni. Jó reggelt. Jó reggelt, professzor. Jó színben. Sokan, jó reggelt. Fantáziája nincs. Ezen a héten már negyedszer van bever tojás Kolumbusz módra. Már nekem is panaszkodtak. Egy vendég azt mondta, még egyszer azt a Kolumbusz féle tojást kapja ebédre, azonnal elutazik. Magát senki sem kérdezte. Maga 9 tányért tört el ezen a héten. Figyelmeztetem, hogy le fogom vonni. De megint hajnalig muzsikáltál, Károly. A vendégek panaszkodnak, hogy nem tudnak aludni. Nem megmondtam, hogy 2-kor vége a zenének? Hát mit csinálja, kezi csókolom, ha egyszer a vendég úgy parancsolja? Nem a vendég parancsol, itt én parancsolok. Mit materálsz? Hát nem hallod, ő a kúri, ő parancsol. Te minek vagy itt? Téged ki hívott? Nekem, kezi csókolom, irtózatosan kérésem volna. Na. Beteg vagyok, kérem a hasa, gyomorsüllyedésem. Hát azt hol szerezted? Fölemeltem a nagy bőgöt, aztán leszállt a gyomrom. Most nem tudsz játszani? Játszani tudok, kezicsókolom, de valami könnyed betegkosztot szeretnék. Tejfölös, kapros, töltött káposztát, dagadóval vagy valami ilyesmi. Jó van, elmehetnek. Anna marad. Csókolom a kezit. Mondja, Anna, mi baja van magának? Az utóbbi időben fáradt, rossz kedvű, nem végzi úgy a munkáját, ahogy kellene. Mi baja van? Szerelmes? Kibe? Nem mondhatom meg. Na, nyugodtan. A titkár úrba. Jó napot kívánok. Titkár úr, hogy néz ki maga? Autót szereltem, kérem. A 26-os vendég kért meg rá. Épp magát? Na, mit csináljuk ebben a házban? Senki se ért az autószereléshez, csak én. És hol volt azelőtt? Egész nap nem láttam. Rengeteg dolgom volt, ebédelni se értem rá. Pedig bevittem az ebédjét a szobájába. 12-esből panaszkodtak, hogy a kiskutya nem kapta meg a csontot. Az Emil? Hát tegnap este kapott 2 borjúcsülköt tőlem. Hogy egy ilyen kis dachshundnak milyen étvágya van. Azon kívül van egy komoly panaszom is. Miért nem köszön maga bárónak? Ő szólt? A napok óta beszüntette a köszönést. Fogalma sincs, hogy mivel bántotta meg magát. Nem bántott meg. Akkor? Egyszerűen utálom a bárót. Hajja kérem, micsoda hang ez? Ön ennek a szállónak a titkára, akinek minden vendég egyformán kedves kell, hogy legyen. És ha valakit ellenszenvesnek talál, azt folytsa magába és ne éreztesse az illetővel. Különösképp ne a báró valaki a legjobb vendégünk. Már pedig neki speciál mégse fogok köszönni. De most aztán elég a kutyafáját. Itt én parancsolok. És én azt követelem, hogy a báróhoz épp olyan kedves legyen, mint a többi vendéghez. Különben tegye a sátorfáját és megy. Megértette? A legnagyobb szemtelenség. Tudja, miért pikkel magára? Mert az egész hotelben maga az egyetlen, aki nem szerelmes belőle. Megyek, megmelegítem az ebédjét. Hagyja csak, Annácska. Elvették itt már alaposan az én étvágyat. Finom bevert tojást Kolumbusz módra, utána ajánlatok egy szép törtöcsirke. Mit parancsolsz, édes? Semmi, drágám. Én most nem tudnék lenyelni egy falatot. Én is, én épp így vagyok. Egy falatot nem tudnék. Legfeljebb egy kis csekéséget, csak épp úgy hát az ember. Van rostélyos? Hogy ne kérem, finom hagymás rostélyos. Hagymás? No, Isten őriz, ma nem.
Egyszer még egy picit szétszórva a tetején. Jócskán szétszórva. Szóval egy rendes hagymásos tíves. Sok hagymával! Ne haragudjon, hogy meghívtam az asztalomhoz, de ez a ma este egy kis házi ünnep nekem. Születésnap? Igen. Születésnapot mióta elmúlt a 40 éves nem ünnepelek, de ma van pont egy éve, hogy itt lakom a számomban. Kedves, remélem még sokáig marad itt. Isten éltesse. Remélem, már nem sokáig. Miért? Néze Mária maga, tudja miért vagyok itt, mire várok már egy hosszú éve, csendesen. Nyugodtan, de makacsul ülök és várom, jól tudja. Tudom. Más férfi talán követelődzőbb lett volna, türelmetlenebb, de engem izgat ez a reménytelenség. Nem adom fel a harcot, Mária, ülök és várok tovább. És egyelőre azzal is boldoggá tesz, hogy velem vacsorázik. Kedves. Ezt is köszönöm. Egy pillanat, kérdés. Ez a titkár megint fixíroz, és megint nem köszön. Üdvözlöm, Páro úr! Jó estét kívánok, csókolom a kezem. Jó étvágyat kívánok, méltóságos Páro úr. Kicsit szemtelen ez a titkár. Ki fog dobni? Nem szerelmes ez magában? Ez? Ugyan. Te tudsz ilyenkor enni? Úgy gyűröm le magamba. Mondd, drágám, szeret. Tűz, csacsi. Nekem a vízből imádlak, olyan. És mondd, hogy tudtál eddig nélkülem élni? Becsúszom, ha és értem, tiszta csoda. Egyre kicsit. Nem, drágám, inkább szeretném, ha már te se ennél. Én olyan izgatott vagyok. Igen. Mindjárt bekapom, jó? Addig nézd meg, milyen tészta van. Még tésztát is akarsz enni. Á. Csak szeretném tudni, hogy mi volna, hogyha ennék. Rétes. Minő. Túros. Jöhet. Pince! Ered van olyan, aztán nézzél ide úgy reggel felé. Igen, Svejle. Meggyűjt az ág tekintetes úr. Meggyűjt? No, meg innen mászunk 4 napig. Hála Istennek! Halált a szolgáját. Egy üvegbort ide, 3-at a bandának. Ön is? Apa! Ha? Tudod, ki ez? Az a félbolond földbirtokos, aki lent lakik a városba. Ez is szerelmes bele. Ez az, aki miatt a múltkor 4 napig nem tudtunk aludni? Ez. Tájos. Na, fiacskám, ez sem eddig sem tal. Ugye, egy ilyen nagy vacsora után muszáj az emberek egy feketét inni. De te megyünk, ugye? Rohanunk, fiam. Én magam is olyan álmos vagyok, hogy majd leragad a szemed. Álmos vagy? Na, te veled már viccelni se szabad, nem szabad? Na, most már megyünk, ugye? Ugye, Pincér! Pincér! Parancsol? Egy üveg pesgőt behűtve a szobába. Igenis. És ha most te is úgy akarod... Igen. Akkor megiszok még egy feketét. Pincér! Na, Marci, hány ótrődje van az édesapámnak? Ó, öttje nekét, öttje, van az én édesapám. Gyere, hallgatjunk gyorsan, gyóra. Édesmamának, hogy a bőtjét megtarthatjam magának, mert két szép szemem, de csillag szemem, van az én édes, kedves babámnak. Nem megy ez így egy cigánnyal. Hívd ide legalább a Pikulást. Hívom a Pikulát. Mm.
Mondja, Mária, miért jár ide ez az Ág Ferenc? Nem tilthatom meg, hogy ide járjon. Nyilvános étterem, az jöhet ide, aki akar. Hívd ide az egész bandát! Nem lehet, bár úr, kérem, a fele odapártolt az Ág Ferihez. Tisztára belhatsz, kérem, a lássan, amit van. A pikulás elesett, de a cimbál most még a miért. Kettő. Na, telek, jó rédes, nyilatkozzon. Játék, tök. Tök. Játszik idén, ugye? Nézd, a megyeri boltizsár. Rudas úr, alá szolgálja. Alá szolgálja. Van szerencsé. Mit játszanak? Preferenza, nem ülne be negyediknek? Hát sajnos máma nem lett, mert nászúton vagyok. De holnap boldogan. Jó. Ki mende? Tanárunknál van tök játék. Oh, az még el lehet bukni. Játszom akkor. Akkor. Boldizsár. Rögtön jövök, fiacskám, rögtön. Piros, pirosad. Boldili. Rögtön jövök, fiacskám, rögtön jövök. Mondja, mit spekulálhat, hogy a megvan a tök király, így is elvesztett a párti. Mondja meg az uramnak, hogy felmentem a szobába. Igenis? Hát, ugye mondtam, hogy elbukja. Uram, hogy a pirosat játszik. A lassás azt mondja üzenni, hogy előre ment a szobája. Jó, köszönöm szépen. Pirosat játszik, akkor megél. Tudja mit? Üljön be, negyed. Nem, köszönöm szépen. Köszönöm. Hát nem bánom, három gyors párti. De kérem, figyelmeztetem, hogy mi nagyon magasban játszunk. Hát aztán, hát uraim, ma nősültem. Megyeri. Teleki. Megyeri. Dr. Horváth. Hát uraim, mondom, nem bánom, de maximum öt párti. Akár nyerek, akár vesztek, elmegyek. Ha nyerek, akkor pláne. Ma van a nász éjszakám. Egyet mondok. Passz. Játékmag. Hagyja magában, mert két szép szeme, de csillag szeme, van az én édes kedves babámnak. Megmondtam babámnak, hogy a fényt megtartatja magában, mert két szép szeme, de csillag szeme. Jöjjön már. Az ablakot, nem tudok aludni. Papa, az én nótámat játsszak. Amíg kent a lánya cicázik, cica, cicázik a legényed. Haj a kent neki pászon, inkább arra vigyázzon, hogy a lány ne cicázzon a legényed. Jössön egyet rá! De anélkül, hogy fájna. Mert amíg kenti bázik, lánya citázik, cica citázik a legényen, üssön egyet rája. De anélkül, hogy fájna. Most pedig egy szép lassú valcert. Tudod, úgy, ahogy szeretem. Tudom, ahogy szeretik. Na ide vigyázzatok, fülharmonikások! Szép lassú valcer, ahogy ő szereti. Felülünk az autóba. Száguldunk egy kicsit ebben a forró éjszakában. Nem lehet, holnap olyan sok dolgom van. Szabad ezt a valcert? Szívesen. Hát ilyen petyet még nem is láttam. Hát a kártya nagyon meg tudja macerálni az ember. Na jó, csak ne vigasztaljon.
nem nyilatkozik. Egy. Én passzolok. Játék, mok. Ilyen mazlistát azért ki kell játszani. Aludjon jól. Nem hívna meg egy konyakra szobáját? Nem, szó sem lehet róla. Mit szólnának az emberek? Senki sem fogja megtudni. Könyörgöm. Szó sem lehet róla. Istenbe lehet. Ne hagyjon most itt. Én ezt nem bírom. Szeretlek én. Egyek három. Nem tehetek róla, drágám. A vendégekkel foglalkozni kell. Mi az, hogy foglalkozni kell? Nem értem, hol van az megírva, hogy egy szálló tulajdonosnak hajnali 3 óráig kell foglalkozni ezzel a nyavajás vendéggel? Táncolni, udvaroltatni magadnak, flörtölni. Mit szólnálok hozzá az igen tisztelt vendéget, hogyha véletlenül itt férfi lenne az igazgató, mint más rendes hotelben? Hál' Istennek, nő vagyok. Szabad! Én kopogtam. Ja? Fordulj be szépen és aludj. Nem fordulok be és nem alszom. Engem nem fogsz ma ilyen egyszerűen elintézni. Ma éjjel nem fogunk aludni. Ne ordíts. Te igenis ordítok, reggelig fogok én ordítani. Nem tetszik, kérlek, tegyél róla. Én unom már ezt. Kérlek, Péter, felébred az egész ház. Hát ébredjen fel, 4:30 eleget aludtak már. De meghallják. Hát hallják, utol végre, akkor veszekszem a lakásomban, a feleségemmel, amikor nekem jól esik. Engem ne taníts, hogy én úgy veszekedjek. Én úgy veszekszem, hogy nekem tetszik. Ide figyelj. Én ma este megint végighallgattam minden az ágyból a báró szerelmi nyavajgásait. Hát nekem ebből elég volt. Érted, meg akar csókolni. Hallottam, hogy tulakodtatok az ágytobán. Elég volt. Nem tűröm. Mondd, Péter, megőrültél? Féltékeny vagy a báróra? Ez a legújabb? Ez a legújabb. Féltékeny vagyok a báró úrra. Nézzol engem, hát jól tudod, hogy miért van ez így. Jól tudod, hogy ez a sok férfi, mint én miattam jön ide, s tölti a pénzét. Ha megtudnák, hogy én ebben a hotelben a férjemmel lakom együtt, akit szeretek, hát kérülne az egész hotel. Nem törődöm velük, fütyülök a pénzükre! Ne ordíts! Ideje volna már befejezni. Befejezni? Bocsánat, kérek, most, amikor vagyonokat vesztes. Nagyságos úr, kérem, a nagyságos asszony izentette, hogy tetszik-e jönni, vagy nem tetszik-e jönni. Ki izenteti? Nagyságos asszony. Ki az a nagyságos asszony? Ja, a feleségem, persze. Erről egészen megfeledkeztem. Legyen szíves, mondja meg, hogy egy kis türelem, igen? Uraim, 3 mester. Egyed ilyen papucs? Papucs? Igaza van. Várjon az asszony. Az ember mutassa meg mindjárt a nász éjszakán, hogy ki az uraházba, igaz? Kiindul. Na hát! Ne kiabálj! Neked is kiabálok. Neked nem parancsolsz, nem vagy az irodádban. És meg tudomásul, ha még egyszer úgy beszélsz velem a személyzet előtt, mint ma délután, akkor fogom a kalapomat és úgy elmegyek, hogy... Ne fenyeges, nem vagyok ijedős. És meg tudomásul, ha megint nem köszönsz a báronak, megint le foglak szívni. Na hát te pedig meg tudomásul, hogy holnaptól kezdve senkinek se fogok köszönni, mert én holnaptól kezdve a férjed vagyok, és a teraszon pont a báró úr előtt foglak megcsókolni. Mert én hencegni akarok veled, holnaptól kezdve a mindenségét neki. Most jó éjszakát kívánok! Azt mondtam, jó éjszakát! Mit mondtál, drágám? Jó éjszakát, édesem! Igen? Jó éjszakát! Szabad! Az úr üzentett, hogy tessék még egy kicsit türelemmel lenni. Köszönöm. Várjon csak! Mondja, kérem, volt már magának nász éjszakája? Nász éjszakám? Nem hinném. Csak azért érdekelne nekem, egy barátnőm férhez ment, és azt mesélte, hogy nincs gyönyörűbb dolog a világon, mint egy nász éjszaka. Hogy mi van ezen olyan gyönyörű? Azoknál biztosan az asszony is kártyázott. Na, menjen ki. Uraim, köszönöm. Kezdhetem előről. Szegény.
Ennek nem maradt egy vasose. Hát nem sok maradhatott neki a hozományból. Nem is sok. Mert az nem hárság, ahol az asszony a férfi. Két évig védtürelemmel, két rövid évig. Aztán már nem kell titkolóznunk soha többé. Nem várok én két percig sem, két pillanatig sem várok. Mit akarsz csinálni? Mit? El fogok válni. Mit? El fogok válni. Tudod mit? Válj el. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Éjjel is zene. Ákszerű. Hogy az a mennydörgös? Péter, bújj el! Nem, nyugodj el! Péter, könyörgj el! Bújj el! Fogultam a rózsapiros szádot, mint hajnal az éjfél után, úgy járok utánod. Innep, hogyha látlak, ha nem látlak, majd meglabbánok. Amióta csókoltam a piros rózsaszál, hogyha látlak, ha nem látlak, majd meglabbánok. Amióta csókoltam a piros édesapámnak. Két szép szeme, de csillag szeme van az én édes kedves babámnak. Megmondtam apámnak, hogy a bőnyit megtarthatja magának. De csillag szeme van az én édes kedves babámnak. Nem tudja véletlenül, hogy én hol lakom? Nem tudom, kérem, ez nem az én platform. Kit tetszik keresni? A cuncikámat nem ismersz? Cuncikája magának a tök alsó. Már ön a titkár? Nem, én a Dalai Láma vagyok. Ez volna a Dalai Láma? Érdekes, én egész másképp képzeltem el.
elment autón a báróval. Ugye, báróval? Csodára bírja ez a nő. Tetszik tudni, hogy ma is reggelig puszták az ablak alatt? Tudom, hallottam. Nagyon szeret mulatni. Na, ha valaha férjhez megy, én se szeretnék az ura lenni. Fogja be a száját. Igaza van, Annácska, én se szeretnék az ura lenni. Szóval ne utazzak el? Nem tudom. Nézze, kérem, vigye el ezt a levelet ahhoz az asztalhoz, Rudas úrhoz. Igenis. Titkár úr? Miért osztassék parancsolni? Kérem, van itt valami sofőr, aki engem hazavisz a kocsimmal Pestre? Kérem, utána fogok nézni. Idáig kivezett a kocsit? Férjem. Hát miért nem ő vezeti vissza is? Mert nyáron nagyon meleg van. Az más. Erre nem gondoltam. Bocsánatot kérek. Hé! Portás! Gyorsan, gyorsan! Doktor Kám, siessen egy kicsit, mert kihűl a kártya. Ne haragudjon, de ma az igazgatónővel teniszezem. Igazgatónővel? Maga is elveszett ember. Doktor úr, tessék gyorsan jönni, az igazgatónő baleset érte. Én vittem be a szobába, alig lélegzett szegényt. Borzasztó. Biztos agyrázkózás. Hol van, mi van benne? Nem van a szobába. Engedjen. Nem lehet bemenni, benn van a doktor. Mit, ne álljon az utamba! Doktor úr, mi van vele? Hogy van? Semmi, egy kis horzsolás, egy kicsit elszédül, de semmi komoly baj. Hogy érzi magát? Köszönöm, titkár úr, jobban. Istenem, hát hogy történt? Megütötte magát? Igen, de már nem fáj. Ha valamire szüksége lenne. Köszönjük, titkár úr, nincs szüksége semmire. Nem önt kérdeztem, báró. Vegye tudomásul, barátom, hogy én nem csak akkor beszélek, ha kérdeznek. Hallja? Mit akar? Önnek itt semmi keresni valója. Úgy, semmi keresni valóm. Talán összetéveszt magával, báró úr. Titkár úr! Bízza rám a dolgot, Mária, ne idegesítse magát. Azonnal távozz. Különben kirepítlek, érted? Te! Titkár úr, megtiltom, és most aztán takarodjon! Hogyan? Én? Kérem, bocsánatot kérek, Bár úr, hogy alkalmatlan voltam. Ezzel bocsánat. Dimas fráter, én nem értem, hogy tarthat ilyen... Semmi köze hozzá. És most már maga is... Menjen ki! Titkár úr, kérem, Megyeri Boldi Zsárné kéri a számláját. Nem érdekel. Tessék? Mondom, nem érdekel. Idegesnek tetszik lenni. Nem is csodálom, kérem. Ilyen fiatalembernek nem való ez a legény élet. Tudja, mi baj a titkár úrnak? Nősülni kéne. Mit kéne? Nősülni. Nekem? Hát nem is nekem. Én már nős vagyok. Megvan már a számlám? Azonnal kezdik jogom. Van már sofőr, Jana Csányosasz? Még nincs. Mikor óhajt elutazni? Rögtön, kérem. Hát kérem, lehet csomagolni. Na, nem vagyok csomagolva. Majd én elvezetem a kocsit. Maga? Igen, én. Pestre? Akár az északi sarokra is. 5 perc múlva indulhatunk. Letérdeltünk, könyörögtem. Mondtam neki, Zsófikám, bocsáss meg, szóba se állt velem. Hát mondom neki, Zsófikám, hát le se köpsz. Na és? Hát ezt megtette. Forgattuk. Hát mondja a szegény ember, most mi lesz magával? Én magam sem tudom, uram. Nem érzem igazán. Itt állok, kérem szépen, állás, feleség és egy fillér nélkül. Ha maga nem adott volna nekem egy pengőt, még cigarettám se lett volna. Hát becsület szavamra mondom, én úgy el vagyok keseredve, hogy én ma reggel felakasztottam magam. Felakasztotta magát? Igen. Hát hogy lehet, hogy akkor él? Én magam sem érzem, pedig ide nézem. Ilyen vastag kötelet kötöttem a derekamra. A derekára? Igen. Hát a nyakára kellett volna. Próbáltam, de nem kaptam levegőt. Kérem, portás,
hogy már várok rá. Igen, és azonnal. Szóval itt hagysz? Itt. Ezért a szamárságért. Nem, azért hagylak én itt, Mária. Az ember a nikotin mérgezést nem az utolsó cigarettától kapja. Én már nagyon régen mérgezem itt az életemet. Ez a báró eset csak az utolsó cigaretta volt. Ne menj el, Péter. Egy-két év és minden megváltozik, addigra meg lesz mindenünk. Ilyen feltételekkel én nem maradok itt. A kis titkár köteles eltűrni mindent, de a férj nem tudja elviselni a csiklandozást, amit a tenyerében maradt pofon okoz. Mit kívánsz? Mit? Hát először is. A báró elutazik. Másodszor, holnaptól kezdve én veszem át a szálló vezetését. Harmadszor a vendégeknek tudtára hozod, hogy én vagyok a férjed. És ha mindenáron akarsz te is csinálni valamit, megajándékozhatsz egy kövér kis gyerekkel, hogy végre értelmet adjunk ennek a szónak, házasság. Különben? Különben. Titkár úr, kérem, megy el én, nagyságasszó már várja az autóban. Pillanatra. Igen? Nem. Jövök. Isten vele, nagyságos asszonyom. Titkár úr! Kezi csókolom, Mária. Remek megoldást találtam. Nagyon szeretném, hogyha meghallgatná a második felvonást. Rögtön egy pillanat. Az a jó megoldás, kedves mester. Úgy gondoltam, hogy a második felvonás végén Máriát elválasztom a férjétől. Mit szól hozzá? Kitűnő megoldás. A 6 hónapi különélés megtörtént. Kérem a tekintetes király tisztséget, hogy a házasságot felbontani szíveskedjék. A Magyar Szent Korona nevében. Földi Péternek, Földi Péterné született Pálfi Mária elleni házasságbontó perében a férj hibájából. A házasságot felbontották. Gratulálok, nagyságos asszonyom. Én gratulálok önnek, ügyvéd úr. Minden úgy ment, ahogy gondoltuk. Igen, ahogy gondoltuk. A Sasszegyicsit? Láthatja. Mi legyen az esti menü? Mit tudom én? Nekem csináljunk 2 tojás pohárban, de többi nem ér. Hol a nagyságos asszony? Mondjuk híreti a nagyságos asszony. Adjanak nekem békén. 3 hete nem láttam a nagyságos asszonyt az irodába. Keressék a városban, vagy az erdőben, vagy mit tudom én. Nem törődik itt már senki az üzlettel. Hogy tönkretették ezt a szép szállodát. Látják, kérem? Ezért mondom én, hogy nem szabad soha nőre vezető állást bízni. Mert egy férfi, ha szerelmes, az előbb elvégzi a munkáját, és csak azután szerelmes. De egy nő, ha szerelmes, az egész nap csak szerelmes. Hát ez igaz. Ez a milyen igazam. Le kellene ülnie. Itt az én kis házam. Milyen boldoggá tenne, ha benézne hozzá. És nem lehet terült. Édesanyám is itt van. Nagyon boldoggá tenni. Milyen kedves. Különben is sok a dolgom, és tudja a hotel. De ezeket a rózsákat adja át az édesanyjának. Ismeretlenül. Köszönöm az édesanyám nevében. Megengedi, hogy még ma egy szál rózsával viszonozzam? Szívesen. Thank you.
látod, Báró úr, mit csinál itt? Búcsúzom. Búcsúzik? Mitől? Szép vidékről, ahol idestova két évet töltöttem hiába. Elutazom. Elutazik? Igen, ma éjjel. Miért akar elmenni innen? Már nem tetszik itt magának? Megunta? Hát, hogy őszinte legyek, igen, megunta. Nem a hotelt, azt mondta, hogy már elmegyek, bevallhatom, mert az első héten untam. Ez lett volna kisebbik baj. Nagyobbik baj az, hogy most már engem is megunt. Nem Mária, magára szó. Amit megmondtam, az a reménytelenség, hogy hiába várok magára itt két évmúlta. Szóval... Az én koromban az egyetlen, amit már nem szabad pazarolni, az idő. Szóval ez most már végleges? Igen, ez végleges. Holnap már egy külföldi hotelben lakom, ahol jók a szobák, remek a koszt, és egy csúnya öreg férfi a tulajdonos. Talán Salzburgba megyek, olvasom Toscanini dirigát. De szívesen magával mennék. Kérem, jöjjön. Miért nem jön? Mi tartja itt? Ezt a hotelt a portás is elvezeti? Hotel az a legkevesebb. Hát akkor mi? Szabad, független. Azt tett, amit akar. Szabad, független. Vagy nem? De, igen, most már igen. Most már? Hogy értsem? Elváltam az uramtól. Én mi volt? Ki volt a férjem? Ki volt a férjem? Titkár. Hm. A régi titkár. Nem csodálkozik? Mindig éreztem, hogy van valami köze magához, de azt nem hittem, hogy a férje volt. Férjem volt. Még mindig szereti? Szóval este utazik? Igen. Ha megengedi ma este, magával a szóval. Szívesen. Hova megy? Hotelbe. Az a miatt? Köszönöm. Fiam. Jöjjön, jöjjön, édesanyja. Megyünk leánynézőbe. Jó, jó, de hát hova? Majd megtudja, csak jöjjön. De, csak nem ahhoz, aki nekem ezeket a virágokat küldte. De igen. És akinek cserébe azt a szál rózsát visz. Indulhattok. Mi van még, titkár úr? Semmi. Semmi. Ja, igaz. A 26-osban panaszkodtak a vendégek, hogy a fürdőkád inog, minek folyományaképpen a víz kilocsan. Tessék, megcsináltad. Én magam próbáltam megcsinálni a dolgot. A fürdőkád jobb láb alá kis fácskát tettem, minek folyományaképpen a víz balra locsan ki. Erre taktikát változtattam, és a fürdőkád bal láb alá tettem a kis fácskát, minek folyományaképpen a víz jobbra locsan ki. Erre ravasz fondorlattal újból a jobb lábon tettem a kis fácskát. Mire a víz balra locsont. Honnan tetszik ezt tudni? Kitaláltam. Máskor ne rakjon fácskákat a fürdőkád alá, hanem az ilyet vízd a szerelőre. Elmehet. Igen is. Igen. Erre aztán korszakalkotó ötleten támad, amiről beszélni fognak. A fürdőkád mind a négy láb alá kis fácskát tettem. Most már jó? Hát jónak nem jó, de most legalább a víz egyenletesen mind a négy oldalon locson ki. De mafla ez a titkár. Ez aztán az. Hadd ide a sejemcipőmet. Rögtön azom. Tessék. Köszönöm, drága. Tessék csak hagyni, majd én felhúzom. Milyen más volt a régi titkár, Földi Péter? Más volt bizony. Kedves volt, okos volt. Tudott az emberekkel bánni. Tudott. Épp egy éve, hogy elment. Azóta nincs róla semmi hír. Semmi. Te még mindig szereted? Igenis. Még mindig. Nem lehet őt olyan könnyen elfelejteni.
Nem, tehát nem lehet. Csukd be az ablakot. Igenis. A titkár úr, a Földi Péter úr. Mi van vele? Most állt ki egy autóval, itt van. Itt van. Jó napot kívánok. Alárfolgár. Titkár úr. Isten hozta, csak hogy vissza tetszett jönni. Hát mi újság van, öreg? Semmi jó, kérem. Csendes lett itt minden, mióta elment a titkár úr. Remélem, elteszik foglalni megint az állát. Nem, barátom, én most mint vendég jöttem ide a feleségemmel. Meg tetszett nősülni? Ez igazán kedves, derék dolog. Örök, hogy sikerült rábeszélni. És hol a kedves felesége? Jó napot kívánok. Kezét csókolom. Ennyire ismerős. Hát ez hogy ismerős? Volt ő már itt a hotel kikeletben? Nem Nászúton? De valami olyasmi volt. Van üres szobájuk? Hogyne volna, kérem. Adom a legszebb kétágyas fürdőszobával. Kérem, szólna titkárnak, hogy érkezés van. Parancsoljon a 15-ös. Jaj, 15-ös. Ebben voltam az első Nászútamon is. Ó, be kedves szoba. Parancsoljon, itt a titkár, majd ő megmutatja a szobát. Az öcsém, alázatos szolgája. Boldizsán! Sófikám! Boldizsán! Jó Fili, Istenem! Hát visszajöttél! Vissza! Ja, igaz. Engedd meg, hogy bemutassam a férjem. Kinek a férje? Az enyém. Nem igaz. Becsület szavamra, ma volt az esküvőnk. Ide jöttünk Nászútra. Te azóta itt vagy? Azóta. Tudnélik, becses engedelmével én vagyok itt a titkár. Ó. Hanyas szoba kulcsa van a csehusasszonynak? 15. Parancsol liftet? Van lift? Nincs. Földi Péter és neje. Jó napot! Jó napot kívánok! Nem ismernek? Dehogy nem, a Nedői úrnak a felesége. Csak volt már, nem. Engedje meg, hogy még egyszer bemutatkozzam Földi Péternél. Földi Péterné? Aki... Igen, aki itt volt titkán. De a pályédes viszontlátásra. Földi Péterné? Titkár úr, csak hogy visszajött. Jó napot, kedves Anna. Hogy megszépült, mióta nem láttam? Épp itt az ideje, hogy visszajött, titkár úr. Olyan rosszul ment itt azóta minden. Azt hiszem, csalódni fog, kedves Annácska. Én, mint vendég jöttem ide vissza. Mint vendég az én drága kis feleségemmel együtt. Csókolom a kezit, nagyságos asszonyom. Jó napot, Földi úr. Gratulálok a feleségéhez, elragadó asszonyka. Nagyon köszönöm a véleményét, valóban nagyon kedves, aranyos teremtés, és kitűnően zongorázik. És mikor volt az esküvő? Ma délelőtt, egyenesen idejöttünk, tudnélik, itt lesz a... És nem kellett volna pont idejönnötök a Nászútra. Ez nem volt tapintatos. Miért? Ez mindig az volt a leghőbb vágyam, hogy egyszer vendég lehessek a hotel kikeletben. Mert titkárnak lenni itt, nem paradicsom, de vendégnek egész nap napozni a nyugágyakban, este táncolni az isteni teraszon. Jó mulatást! Köszönöm szépen! Mondja, kérem, fönntartja még azt, amit mondott? Mit mondtam? Hogy elvisz magával. Boldogan, Mária, eljönne? Igen, boldogan. Kérem, ne tréfáljon, én... Nem tréfálok, magával megyek. Éberi, drága. Na nem hiszem. Psst, csöndesen. Na, ne haragudjon, kérem, de ordítani szeretnék a boldogságtól. De hogy határoztál magát? Mi történt 10 perc óta? Semmi. Rájöttem, hogy igaza van. Mi tart itt engem? Senki. Semmi. Most nem mond igazat. Itt valami történt.
Mi történt, Mária? A titkár úr. Ki az a hölgy vele? Felesége. Jó van, Mária. Utazunk. Úgy most szépen letekszik ide az én kis boldogságom, úgy szépen és szép barnácskára fog lesülni. Te szereted, hogyha én szép barnácska vagyok? Miért szívem, te nem szereted? Én nem, de ha te akarod, akkor én lesülök barnára, vagy feketére, vagy amilyen színre csak akarod. Hallja ezt? Boldogságom. Barnácska. Kibírhatatlan. Istenem, fiatal házasok. Úgy, drágám, meglátod holnapra, milyen szép barnára fog sülni az arcocskád. És te leszek hólyagocskákkal, és lejön a bőröcském, jaj, de jó. Jó, hát akkor hozok egy kis napolajacskát neked. Jó, de gyere rögtön vissza, mert olyan rettenetes egy percig is lenni nélküled. Te édes. Te drága. Te jó. Te okos. Drágám, édes, hogy én milyen boldog vagyok. Csókolom a kezét, Mecses asszonyom, hát? Váró úr, van szerencsém. Jaj, Péter, elnéz, és meg se csókol. Jaj, tényleg, elfelejtettem, drágám, ne haragudj. Ez már aztán ízléstelen, amit ezek csinálnak. Ugyan, Mária, a mézesetekben mindenki ilyen. Nem igaz, nekem is voltak mézeseteim, mégsem viselkedtünk így. Vagy az is lehet, hogy engem nem szeretett ennyire. Azt hiszem, Mária, legjobb lesz, ha most azonnal. Nem. Ma este még itt akarok lenni. Ma este még mulatunk egyet. Ahogy parancsolja. Ha megengedi, most lemegyek és utasításokat adok a sofőrnek. Szóval este. Igen, várom. Hogy van, drágám? Remekül. Amint látom, maga sem panaszkodhatik, kedves. Igazán nem. Tudja, én nem is képzeltem, hogy ennyi öröm van a házasságban. Pedig, ha jól tudom, maga most másodszor van férjnél. Igen, de az első nem számított. Érdekes, épp úgy, mint az uramnál. Tudnélik, ő is másodszor nősül. Igen? Igen. És talán azt is tudja, hogy ki volt az első felesége? Nem. Ez semmi kincsért nem akarja bevallani. Csak azt tudom, hogy nagyon boldogtalanul érte. Úgy? Igen. Ezt honnan tudja? Hát ugye abból gondolom, mert mindig azt mondja nekem, hogy te milyen más vagy, hogy te milyen édes vagy. Én azt hiszem, hogy az első asszony nagyon rosszul bánt vele, talán még ütötte, verte is. Ez nem igaz. Honnan tudja? Én ismerem a titkár urat. Ő nem az a férfi, akit ütni, verni lehet. Gondolja? Lehet. Még nem próbáltam. De azt hiszem, hogy az első asszony az egyáltalán nem tudott vele bánni, mert tudja, édes, egy férhez gyöngédnek kell lenni, kedvesnek. Ki kell lesni a gondolatát. Ezt ne felejts el, édes, ha majd egyszer férhez megy. Köszönöm, drágám. Nem fogom elfelejteni. Lány. Jöjjön, édesanyám! Semmit? Semmit. Na jó, drágám, valami keveset csak enned kell. Nem, drágám, én ilyenkor nem tudok lenyelni egy falatot sem. Kérem, hozzon egy üveg pezsgőt behűtve a szobába. Igenis? Üveg pezsgőt beütve a szobába, honnan tudod, hogy az így szokás? Régi nászét szakás vagyok én, barátom. Karó, ott már megint itt van az akta. Tessék, édesanyám. Látja, édesanyám? Ott.
szabad. Aki most tángolni megy, látja? Látom, fiam. Látom. Hogy is volt ez, kérem? Vagy hát, hogy a magának ilyen nehéz feje van, hát egy nagyon egyszerű a dolog, idalgasson. A földi Péterné az volt az én feleségem, szóval a második titkár volt az első férje, és az első titkár volt a második férje. Aha. Érti? Ne, de nem is fontos. És magam így mindig szereti ő. Halálosan. Hogy szereti ezt neki megmutatni? Isten, ha egyszer két percig egyedül lehetnék vele. Tudja mit? Kivassa le a telefont. Ez a legegyszerűbb. Nagyszerű ötlet, köszönöm szépen, ez tényleg remek. És hogy a két fülkét össze lehet kapcsolni? Hát hogy ne lehet? Jaj, nagyon szépen köszönöm. Hát magas ide, cserébe még egyszer elmondom magának ezt a dolgot. Szóval a feleségemnek a második titkár volt az első férje. És az első titkár volt a második férje. Aha. Érti? Nem. Nem is érzem, hogy hát ez úgy nem lehet érve, ez olyan egyszerű a dolog, idalgasó. A feleségemnek a titkára az első férjének volt a tit... A titkárának az első feleségem volt a titkár nőmnek az első feleségemnek a titkár... Az első titkára volt titkára volt az első feleségemnek az első feleségemnek a titkára volt az első... Hogy jön-e? Pardon, szabad? Kérem. Nagyságos asszony, telefonon keresi Budapest. Jó, biztosan a papa lesz. Menj fel addig drágám a szobába, rögtön nálad leszek. Elhoztam édesanyámot, Mária. Szeretném magát bemutatni neki. Szívesen. Maga nagyon tetszik neki. Azt mondta, ilyen feleséget gondolt nekem. Mi az, Feri? Az. Megkérés. Sajnos nem nagyon értek a szép szavakhoz. Hát csak így egyszerűen mondom meg. Szeretem. Legyen a feleség. Késő. Miért? Ma éjjel elutazom a váróval, és talán soha többé nem jövök vissza. A felesége lesz? Váró akar. Ma éjjel elutaznak. Fél óra múlva. Tessék, tessék. Halló? Halló? Halló! Halló! Tessék várni, itt van Budapest! Halló, te vagy a Zsófikám? Itt az apád? Kezd csorkolom, papa! Jaj, de furcsa a hangod! Csak nincs valami baj! Halló! Halló! Csak azért telefonálok, édesfiam, mert folyton az jár az eszembe, hogy ott hagytad azt a derék, becsületes, jóra való azt már mondtam, becsületes, igen. Embert, ez a megyeri boldizsárt, ennek a hülye fráternek a kedvéért. Halló, három perc letelt. Beszélünk, kérem, nagyság, beszélünk tovább. De papát, nem értelek, te magad mondtad, hogy a boldili egy utolsó léha kártyás gazember. Ha azt mondtam, akkor én egy hülye vagyok. Mondom, hülye? Szép. Hát nem az a modern áramvonalas típus, inkább az a Murillo féle, az a angyalka kis Gríberlivel. Talán az összhang nem jó nála, nem mondom az összhang, de a vonásai külön-külön gyönyörűek. Hát Isten, ugye meg kell szokni, ugye? Ő az a fajta szépség, akit meg kell szokni. Meglátod, hogy 30-40 év alatt megszokod, és akkor még örömed is lesz benne. Halló, 6 perc letelt. Beszélünk, kérem, acsát, beszélünk, kérem. Boldizsár a legkülönbb férfi, akivel eddig még életemben találkoztam. Hogy kártyázni szeret, hát Istenke, ugye? Azt is jó hiszeműen csinálja, nyerni akar. És hidd el, az egészen csak fajkosságból teszi. Fajkosságból. Csupa fajokat az ember. Hát ha van benned a szülői szeretetnek egy szikrája, akkor megteszed szerető apának, hogy ott hagyod az új férjedet. Igen.
Jó, mondd meg Bodzsának, hogy csókolom azt a, azt a szép görög profilját. Igen. Papa, szervusz, én most kicsit elmegyek. Hálom, atyád, végeztünk. Hány perc volt összesen? Szóval, mikor akar indulni? Minél előbb. Mondjuk 12? Igen, minél előbb. Pont 12-kor lent vagyunk. Ma nem megyünk haza, édesanyám. Kiveszek magának egy szobát, itt alszik. És te? Nekem még egy kis elintézni való van. És Mária, nem jön ide hozzánk? Nem. Na jöjjön, édesanyám. Jó estét. Jó estét. Ne haragudjon, kérem, hogy megszólítom. Bocsánatot akarok kérni magát. Nem érdemes, kérem, én már nem is emlékszem. Köszönöm, szabad. Tessék. Viszont mentségemre szolgáljon, akkor még fogalmam sem volt, hogy Mária férjével állok szemben. Hogyan ezt Mária mesélte el önnek? Igen, van egy szágyú fel. Tessék, kérem. Miért jött épp ide Nászútra? Nem értem, kérem, oda megyek, ahova jól esik. Na, nem szabad, ilyen hegykének lenni, ez az asszony még mindig nagyon szereti magát. Ezt is ő mondta? Nem, azért nem kell mondani, ezt én megérzem. Mióta maga elment, nem lehet ráismerni, rossz kedvű volt, fáradt, levert. Miattam? Maga miatt. És maga miatt jár egy éve kísért szemmel, és maga miatt utazik el ma éjjel. Velem. Elutazik magával? Igen, és azt is tudom, hogy miért. Mert maga megérkezett a feleségével, szóval bosszúból utazik velem. De ezzel én nem törődöm. Az én koromban mindegy, hogy egy ilyen ragyogó nő bosszúból jön, vagy pénzért, vagy szerelemből, a fontos, hogy jön. Na, maradjon csak. Tessék! Bocsánatot kérek. Na, mi az, titkárka? Ne tessék haragudni, nem sokáig zavarom. Tudnék, az előbbi lakó ide telefonált, hogy véletlenül itt felejtette a bajusz pödrőjét is. És kéne, hogy küldjük utána, mert ki akarja pödörni a bajuszát. Bajusz pödrőjét? Igen, nem tetszett véletlenül megtalálni? Nem, de csak keressen nyugodtan, titkárka. Parancsol? Semmi, kérem, csak sóhajtottam. Nagyon izgalmas résznél tartok a könyvben. Igen, mit tetszik olvasni? Takácskönyvet. Hanyadik kötet? Első. A másodikat tessék olvasni, az nagyon izgalmas, ott a tojásos nokedlinél. Igen? Igen. Igen. Ha nem tolakodás a kérdésem, hol van a kedves férje? Fogalmam sincs róla. Furcsa. Mi furcsa? Hát hogy ne volna furcsa, ugye, fiatal férje, akinek ma volt az esküvője, ne legyen ilyenkor együtt a feles. Pardon. Péter. Mondták, hogy elutazol. Igen, pár perc múlva. Kérlek, én azért jöttem, hogy... Szóval, ha téged zavar, hogy mi itt vagyunk, inkább mi utaznánk talán el. Köszönöm, de ezt az utazást már régebben megbeszéltük a báróval. Előbb Salzburgba megyünk, ahol Toscanini dirigál, aztán a francia Rivierára, talán Párizsba is egy-két hétre. Kérlek, Mária, ne utazz el. És miért kéred ezt tőlem? Nem mindegy az neked, hogy itt vagyok, vagy elutazom? Ha mindegy lenne, nem kérném tőled ezt. Ne utazz el, drágám. Hagyd, drágám, hagyd. Ennek semmi értelme, nézd. És különben is a báró lent vár. És imádott kis feleséged egy emelettel följebb vár. Tárt karokkal vár. Menj már, nagyon, Márkot. Hadd várjon.
Várhat a báró is, mindenki várjon. Kérlek, Márjan, nem engedem, hogy tönkreted az életedet. Ne utazz el. Mi közöd neked hozzá? Mi közöd neked az életemhez? Mi? Elmúlt 12. Megyünk. Engedj el. 12 múlhat nekem, mennem kell. Péter, drágám, ne tedd ezt vele. De igenis, ezt kell tennem veled, mert egy őrült vagy, nem szereted a bárót, csak bosszúból akarsz elmenni vele. Igenis, szeretem. Engedj el, nem akarok maradni. Elment. Gratulálok. Ezt ügyesen csináltad. És most menj az ember. Most már nyugodtan mehetsz a feleségedhez. Megyek, Mária, de nem a feleségemhez. Nem? Nem. Mondd csak, megcsináltattad a halban annak a kanapénak a rugóját? Igen. Mibe került? Ott van a fengőben. Na hát azon fogok aludni. Bátorkodom, hogy nem írtuszos, hogy tovább keresni a bajusz pödröt, mert már megtaláltuk. Hol volt? A skatuljára. Na, ennek örülök. Meg ezen nem kerestem, nem szoktam éjszaka a bajusz pödröt keresni. A kedvesvénye nincs itt? Amint látja, Lillik ma éjjel kimenője van. Miért? Kimenője. Ma? Ma. Mi van? Látom, egy kocsi áll az úton keretben. Mi van itt? Ez a báró torz autója? Igen. Hol a báró? Itt vagyok. Mit akar? Máriát nem viszi el. Nem engedem. Hú. És mit akar csinálni? Nem tudom. Nem gondolkozni álltam ide éjszaka az út közepére. Egy biztos. Nem viszi el. Talán ez mégse magától függ, kedves Árkó. Talán ez mégis Máriától függ, hogy akar-e jönni, vagy sem. Nem gondolja, hogy ezt tőle kellene megkérdezni? Hát, kérdezzük meg! Ez a helyes. Parancsolj. Mária, kérem! Hol van Mária? E pillanatban? Ismerte ön a régi titkát? Igen. Hát e pillanatban azt hiszem vele van, mert abba a titkárba szerelmes halál. Bocsássak. Nem történt semmi. Hány éves vagy? 45. Én 50. A titkár úr 35. Ki volt ez a kedves öreg hölgy, akivel együtt itt él? Az édesem. Ad be tiszteletre is. Szerintem. És légy szíves. Kicsit arra átmenni az alatt. Jó? Szerintem.
reggelt! Á, jó reggelt! Egyedül? Igen, még borotválkozik a drágám, de rögtön jön. Ja, Istenem, olyan boldog vagyok. Igen? Csodálja? Mi a létvére csodálja? Na, üljön le, hadd meséljek egy kicsit, remélem érdekli. Ez tényleg érdekel. Jaj, tudja, én olyan boldog vagyok. Én azt hiszem, hogy nincs még egy olyan ember a világon, mint az én életkém. Maga életkéje? Kérem, hozzon még két tojást, kávét, sonkát, vajat, dzsemmet. Aztán még egy komplet reggeli, sok habba, sok habba. Igen, jó étvágya van, drágám. Ó, drágám, semmi étvágyam nincs. Csak az életként szerető, hogyha jól táplálkozom. Hát táplálkozom a kedvéért. Az ember egy ilyen férfi kedvéért mindent megtesz, nem igaz? De igaz. Hát csak egyen, drágám, jó sokat. Csak táplálkozzon, hogy nagyon tessen az életkéjének. Viszont látásra. Jó reggelt, élekkel! Csókolom a kezedre! Szégyeld magad, utolsó hazug az ember! Én miért nem értelek? Miért? Mit nem értesz, hogy becsaptál, hogy megszegted a szavadat? Miért nézel rám olyan értelmetlenül? Vagy nem azt ígérted egy nap éjjel, hogy a házban fogsz aludni egy széken? Na és a feleségednél voltál. Lent reggelizik az angyalka teraszon. Elmondott mindent. A második komplet reggeliét eszi. Hát te újabban a kövérkés hölgyeket szereted. Én a kövérkés hölgyeket? Drágám, félre beszélsz. Hazudj, gyáva gazember, csak hazudj! Oda néz. Na ki az én kis pokaram? Na ki? Na ki? Na én. Mondja kérem, ki azon életkéje tulajdonképpen? A Boldili. Maga? Hát akkor maga volt ma éjjel. Igen, személyesen. Tudni, én az éjszaka rájöttem, hogy mi nem is vagyunk elválva. Hogy megörültem, kérem, mikor rájöttem, hogy megörültem? Hogy lehet erőtel, feleségem? Én sehogyan, drágám. A Boldili, hogy volt? Hát kérem, nem érdemes, majd én megmagyarázom. Az lesz a legjobb, gyere, Boldili. Na ki az én kis szitakötöm? Na ki? Na ki? Na ki? Na én? Hát drágaságom, az úgy történt, hogy én egy évvel ezelőtt Pesten összetalálkoztam ezzel a kis szitakötővel, és elkezdett nekem sírni, hogy ő a hotel kikeletben hagyta a szerelmét. Én is sírtam neki, hogy én is ott hagytam. Én aztán kitaláltuk ezt a férfeleség dolgot. Mikor esküszöm? Amikor parancsolod, drágám, de feltételeim vannak. Hát megint kedved. Na mondd. Hát kérlek, először is én leszek itt az igazgató úr. Tudom, és kövér gyereket akarsz. És amit tudom én, még mit akarsz. Nézd, én nem bánom, de meg fogod látni, hogy tönkre fog menni a szálloda, el fognak maradni a vendégek. Fütyülök a férfi vendégekre, majd meglátod itt egy év múlva. Gyönyörűen lesült, imádom ezt a barna színt. Tudom, azért süttettem magam már két hete. Okosan teszi, hogy védi magát a naptól. Soha ne rem a sápa, nő. Nem hiszek magának. Tessék, hogy nem hisz nekem? Na, bocsánatot kérek. Csókolom a kezét, hogy van, hogy van. Jaj, ne nézzen rám. Miért ne nézzek magára? Tele vagyok szeplővel. Annyi baj legyen, imádom a szeplős hölgyeket. A csillagos égfortyot eszembe mondék. Csókolom a kezét. Hölgyeim, csókolom a kezét. Kezi csókolom. Jó reggelt, imádom, csókolom a kezét. Jó reggelt! Jó reggelt! Nézek oda, hogy Most jössz haza, már fél négy. Bocsáss meg, szívem, a vendégekkel foglalkozni kell.